Köszöntöm Önöket, a Mintagazda augusztusi műsorszámát látják. A mai napon ellátogatunk egy almás kertbe, ahol a gyümölcstermésről és a felvásárlási árakról fogunk érdeklődni. Ezután kilátogatunk Gyulatanyára, a fajta kísérleti állomásra, ahol különböző kultúrákkal és a burgonyával, valamint a batátával is foglalkozunk. Majd pedig ellátogatunk egy méhészetbe és egy borászatba. Tartsanak velünk! Itt állunk Paul Miklós egyik nyírmadai almás kertjében. A szomszédos ültetvényen már lassan kezdik a gála születelését. Ez a recsi fajta viszont még egy-két hetet várat magára. Kezdjük azzal, hogy milyen év volt idén az almás kertekben, mire számítottak a gazdák? Hát ha megyei helyzetet nézzük, az elég síralmas, mert a megyének a déli része szinte teljesen elfagyott, és voltokban súlyos fagykárok is keletkeztek. Ezt tetézte, főleg májustól súlyos jégkárok, úgyhogy az országos 500 ezer tonna alma, amit jelenleg becsülünk, ennek valószínűleg nagy része réalma lesz, étkezési alma hányad az igen kevés, ennek megfelelően úgy alakult a piaci helyzet, hogy most jelenleg keresett az étkezési alma, szokatlan null megmozdult a piac. Tehát ilyen keresletre régen emlékszem. Ráadásul egy kicsit besegített nekünk az is, hogy tőlünk délre, déli országban és Ausztriában is súlyos fagykárok vannak. Ott tehát is óriási volt a kiesés, ha jól tudom, az átlaghoz képest. Tudomásom szerint Ausztriában 170 ezer tonna helyett most 20 ezer tonna almát fognak betakarítani. Úgyhogy Ausztriából is megindult a kereslet, jelenleg a gárát ők is keresik, vásárolják. Ha jól látom, ezek a fák tele vannak almával, nem úgy tűnik, mint hogyha nagyon érte volna kár ezt az ültetvényt. Mi a tapasztalat, mennyire jó az idei termés? Most itt nálunk a községen belül, itt a városon belül is eltérő viszonyok alakultak ki. Nálunk a mínusz 1-2 fok között volt, megközelített a mínusz 2 fokot a fagy, viszont vannak a falunak olyan részei, ahol teljesen lefagyott az alma. Nekem úgy sikerült megmenteni megfelelő hormonok, meg auxinok, egyebek segítettek ebbe. Gyakorlatilag teljes termésem megmaradt, sőt olyannyira, hogy kétszer-egyszeresen is ritkítottam virágzás alatt és után. Így sikerült egy optimális termésszintet beállítani. Hát, amint a jelek is mutatják, ez ugye egy hónap múlva kerül ez a recsi betakarításra. Most jelenleg nem ritkák a 70-80 mm-es méretű almák. Nézzük meg egyet közelebbről egy ágat, mondjuk ezt itt, hogy egészen jó minőségű a gyümölcs is, hogyha jól látom. Igen, hát növényvédelmi munkálatuk ugye kemény azért folytatni kellett. Varasodásra talán nem volt olyan igazán nehéz évünk, de a molykártevők keményen támadtak. Úgy látom, hogy fajléces sem. Nem jellemző, tehát nagyon ritka. Egy problémánk van, a Goldennél a fagy miatt, ott előfordulnak perzselt almák, de ez a nagy hideg miatt. Golden hajlamos akkor is, ha nincs fagy, csak nagyon hideg van. Tehát 1-2-3 fok virágzás környékén, akkor is képes rá, hogy az érzékenyebb virágok megfáznak, és akkor abban az alma perzselt lesz. Tehát ennyi minőségi problémánk van, egyébként jelenleg nincs gondunk, tehát mindenhol méretes az alma, megfelelően színeződik, mennyiséget is egy 50, inkább 60 tonnát számítok hektáronként átlagban. És hát ugye említettük, hogy hamarosan kezdődik a születelés is. Ezzel kapcsolatban mik az idei fejlemények? Ugye több helyről halljuk, hogy az általános munkaerőhiány az itt is érezhető. Hát a legnagyobb gondunk, nekem legalábbis az első számú probléma a munkaerőhiánya. Ennek egy oka van, a közmunkaprogram. Én úgy tudom, hogy itt nálunk is településen több mint 400 ember van becsatlakoztatva ebbe a közmunkaprogramba. Ezek az emberek onnan el nem jönnek, nem akarnak változtatni,
megkapják azt a kis pénzüket, viszont azért gyakorlatilag nem sok mindent kell tenni. Tehát kényelmes munkahely, és 20-30 ezer forint bérkülönbségért nem szívesen mozdulnak meg. Ez mit jelent, hogy mennyire fogják tudni betakarítani az almát, vagy a fán fog maradni, mi lesz a jövője? Én bízom benne, hogy nem fog a fán maradni, de gondolkodunk azon is, hogy Ukrajnából hozunk be embereket, meg is oldható lenne, lennének emberek is, csak egy gondunk van, nem készültünk fel munkásszállóval, és nem tudjuk őket elhelyezni. De jövő évre úgy tervezem, hogy a saját telephelyemen egy épület részt kialakítok erre a célra. Ugye akkor még a szület nagyja előttünk van, de már a felvásárlási árakból látszik valami kirajzolódni. A léalmában már most csökkenés tapasztalható, viszont említette, hogy az étkezési almára meg nagy a kereslet. Hogyan alakulnak az árak majd? Hát az új fajta almákra, például az új gálákra 120, sőt 130 forintos árak is vannak. A hagyományos fajtákra 90 forint körül, ami lehet, hogy a tavalyi árhoz képest egy kicsit kevesebb vagy gyengébb, de én úgy gondolom, hogy ezzel is meg kell elégednünk. Főleg úgy, hogy láttam a lengyel helyzetet, két hónapja kint voltam. Én őszintén szóval nem számítottam erre sem, mert láttam, hogy mennyi alma van ott. Jó minőségű alma, irdatlan mennyiségben, hát most 4 millió tonnát várnak, és nekünk hát a legnagyobb versenytársunk a piacon, ugye a lengyel termelő, akik egyébként számtalan előnnyel rendelkeznek hozzánk képest. Korszerű ültetvényeik vannak, amit folyamatosan támogatott a lengyel állam. Termelést is támogatják, biztos, hogy az exportot is, mert ennyiért tavasszal Bukarestbe odavinni 75 forintért becsomagolt kartonos almát, a támogatás nélkül lehetetlenség. Megnéztük az input anyagok, nagyon sok 50-100%-kal olcsóbb, mint nálunk, tehát itt nagyon időszerű műtrájára gondolok. Adórendszer roppant kedvező a termelőknek, például új telepítések esetén 8 évig adómentesek teljesen, tehát ezekkel mi nem tudunk sajnos versenyezni. Na most meglepő, hogy így alakult, de sokak szerint ez nem sokáig marad így az a piaci helyzet, mert hogyha a lengyelek beindulnak, akkor itt is probléma lesz az értékesítéssel. Hát kíváncsi vagyok rá, hogy ez be fog-e következni. Akkor összegezzük, hogy az idejében milyen az almatermelők helyzete? Összességében nem jó a helyzete. Hát azokról persze nem beszélve, akiket természeti csapásért. Én tudom saját tapasztalatomból, hogy ha egy évet ki is húz valaki, de akit esetleg két évig ér ilyen katasztrófa, az nem biztos, hogy fent tud maradni, tehát meg tud maradni termelőként, az már a bukáshoz fog vezetni. A alma termelőknek nincs megfelelő tartalékuk, nagyon soknak inkább hitele van, na most ezzel túlélni nagyon nehéz. Hát a léalmár, azt még annyit azért elmondok, hogy nekem olyan 40 forint körül van az önköltségem kilónként. Most ha én 17 forintért elviszem az almát, akkor ezt nem nehéz kiszámolni, hogy ezen mennyi a nyereség, illetve a veszteség. Igen, hát köszönjük szépen Paul Miklósnak, mi pedig most indulunk tovább Dulatanyára. Közben megérkeztünk a gyulatanyai fajta kísérleti állomásra, ahol Augustinyi Nagy András már várt minket. Szervusz András, arra kérlek, hogy kezdjük az elejétől. Idén a kalászosokra, illetve az ehhez hasonló kultúrákra mi volt a jellemző? Hát az idén ősszel kevés csapadék hullott, tehát még a kalászos az átvészelte, de a repcevetéseknél komoly problémák voltak. Nagyon sok helyen ki kellett tárcsázni, illetve megsemmisültek a repcevetések. Ez mikor volt, ez tavasszal? Ez hát ősszel nagyon sokan még bent hagyták, viszont tavasszal került olyan állapotba a repce, amikor a szakemberek úgy döntöttek, hogy elég sok repcevetés meghiúsult a szárazság miatt.
Igen, azt hiszem, hogy ennek ezzel mi is foglalkoztunk, hogy ez a méhészetekre is hatással volt, tehát hogy nem volt igazából repceföld. Igen. Olyan tudnék, ide is hozzám is egy olyan 8-10 hektáron folyik repce kísérlet, és a méhészek mindig meg szokták kérdezni, hogy telepítetnek ide miért, amit én kifejezetten örülök, és sajnos bizony mondták, hogy az idén nagyon-nagyon kevés helyen volt itt a környéken, ami repcetábla megmaradt, illetve ami elfogadható volt. Viszont annyit el kell mondani, hogy az a kevéske, ami megmaradt, átlagban mondhatom, hogy nagyon jó termés hozott. Mi a helyzet a többivel, búzával például, illetve a kukoricával, ami mögöttünk látható? Kezdem először akkor a búzával. A búzánál az volt a helyzet, hogy környéken elég sok csapadék hullott, sajnos most ez a gyulatanyára nem volt jellemző az idén. Ennek ellenére kellő tápanyag, illetve lontrágyázással egy 70 mázsás átlagot sikerült elérni, ami szerintem ezen a környéken egészen jónak mondható. Sajnos a felvásárlási árak azok kevesek voltak, mert ilyen 3400-3600 forintot kaptunk a malm, illetve az étkezési búzáért. És mi a helyzet a kukoricával? Hát a kukorica az jó időben kapta el a csapadékot, itt is viszont az lesz, hogy itt az előre behalangozott árak megint egy olyan eléggé alacsony felvásárlási árról rebesgetnek, 3003, 3004, 3005, viszont a termés mennyiségben szerintem egy olyan 80-100 mázsát sikerül elérnünk. Ez akkor mit jelent összességében? Ugye már csak a kukoricát tudjuk megnézni, hogy megmutatod nekünk, hogy néz ki a jó termés, és összességében mi mondható el, hogy jó volt-e az év számotokra, vagy sem? Hát, hogyha egy kicsit ide közelebb jövünk, akkor megnézhetjük, hogy általában 2-3 cső van egy növényen, és a szemek eléggé kiteltek, tehát ezért mondom, hogy jó termésre lehet számolni. A tavalyihoz képest, amikor tavaly ilyen 30-40 mázsások voltak a kukoricák, az idén nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a dupla termés várható. Itt minket elkerült a nagy vihar, illetve orkánszerű szél. Ez Dunántúlra nem jellemző, mert Dunántúlon nagyon sok terület, egy az, hogy víz alatt, tehát kettő pedig, hogy a laza gyökereket a nagy szél kifordította, és megdőltek a kukoricák, illetve a napraforgók. Tehát azt mondod, hogy akkor most a termés mennyisége és minősége kiemelkedő. Arányaiban nézve jó év volt ez a kukoricára, vagy sem, felvásárlási árat is tekintve? Hát a termés mennyiségére az biztos, hogy jó lesz, a felvásárlási árak nyilván még fognak alakulni, de mondom most, egy pillanatra hagypuskázok, mert egy fejből nem tudom, mert olyan 3600-3700 forint körül rebesgetnek, de ez még plusz-minusz változhat. Ezt tavaly hogy alakult? Hát tavaly is ilyen 3800-4000 forint volt, utána lejjebb ment, viszont tavaly jóval kevesebb volt a termés hektáronként. Értem, hát mivel egyfajta kísérleti állomáson vagyunk, nem csak ilyen növényeket termesztettek itt. Mi ez itt mellettünk? Ugye sokaknak régről ismerős lehet. Igen, hát ez egy cukorrépa kísérlet, ez 45 fajtás cukorrépa, amit kuriózumképpen állítottunk be. Régen ugye nagy-nagy hagyománya volt a környéken a cukorrépa termesztésnek. Sajnos, hogy az elmúlt években ugye a szerencsét cukorgyár megszűnt, illetve átalakult az egész cukorrépa ágazat. Éppen ezért, akik ide ellátogatnak, mindenki megelégítés szolgál, hogy ilyen szép cukorrépát látnak. Ez mitől szép? Hogy kell rátekinteni egy cukorrépára? Hát ez a cukorrép ez úgy volt, hogy ez megkapta a kellő mennyiségű műtrágyát, illetve ez háromszor volt lontrágyázva, illetve a cerkospór elleni védekezést és a rovarerő védekezést egy menetben csináltuk. És mitől szép ránézésre egy cukorrépa? Hát egy cukorrép olyan szép, hogyha közelebb mennénk, amikor múltkor volt egy bemutatónk, és csináltunk egy termésbeslést, 2 kg 20, 2 kg 50 dekás cukorrépák vannak alatta, amit hogyha beszorzunk egy ilyen 800 mázsa per hektár, 800 mázsa per hektár termés várható itt ezen a kukorica, vagy a cukorrépa táblán. Ugye említetted, hogy az egész cukor üzletág átalakult. Hová lehet értékesíteni most a cukorrépát? Hát ezt megmondom őszintén, ez szabad értékesítése van, ezt vadászok szokták elvinni különböző takarmányozási célokra, lovakra, tehát ez olyan minimális, hogy ez egy fél hektár, tehát ez egy olyan 4-500 mázsát fog jelenteni. Tehát nyilván, hogyha egy ilyen 5-10 mázsa, vagy 5-10 hektár lenne, akkor az ember más piac után nézne, de hangsúlyozom, hogy itt a növényeknek a fajtákról van szó, tehát ez fajta kísérletezés címén van beállítva. És hogyha már a kísérletezést említetted, kijebb láttunk még egy izgalmas növényt a burgonya mellett,
Javaslom, hogy menjünk vissza a burgonyához, és nézzük meg, hogy mi az a másik növény. Jó, sétáljunk vissza. Gyengébb szabolcsi talajokra javasoljuk a batátát, ami kifejezetten meleget kedvelő. És hát ezt is fogjuk most megnézni. És igen, most pont arra felé sétálunk, úgyhogy ezt fogjuk megnézni. Egyébként azt mondtad, hogy ez a batáta, ez alternatívaként is lehetőség lehet a dohánytermesztőknek. Ezt miért gondolod? Hát azért gondolom, mert hogyha a dohánytermesztés most kicsit úgy vajúdik, illetve a gyengébb, ez kifejezetten a batátát a gyengébb szabolcsi talajokra javasolják, tudnék a kötött talajokon a batáta eldeformálódik. Tehát éppen ezért egy laza szerkezetű talajra érdemes, illetve csak szabad tenni, akkor inkább már így fogalmazok. Nagy előnye, hogy növényvédelme nincsen, tehát nincsen gombabetegség, rovar ellen mi egyszer húztuk, kis foszforkáli lontrágyával szoktuk növelni a termés mennyiségét. Hogyan lehet elkezdeni batátát termelni? Batátát úgy lehet elkezdeni, hogy van lent Mórahalom mellett egy cég, aki ezt forgalmazik, illetve most már itt Szabolcsba is egy felvásárló cég, ami garantáltan visszavásárolja 200 forint per kiló értékben. Tehát az azt jelenti, hogy ő adja a töveket vagy a palántákat? Igen, ő adja, amiért nem kell fizetni, hanem majd a végtermésből az levonásra kerül. Ez mit jelent, hogy hektáronként milyen hozam érhető el így a batátával? Hát így batát hektáronként olyan bruttóban mondom, ilyen 1.500.000 forint érhető el. Közben én úgy látom, hogy meg is érkeztünk, és itt permetezéshez készülött? Igen, most egy ilyen lontrágyás permetezés lesz, amit az előbb említettem, egy foszforkáli. Van, ezt azért csinálják ezzel a kis traktorral, illetve ezzel a régi permetezővel, mivel a kísérleti parcellák 9 méteresek, tehát mi ezzel dolgozunk a kísérleti területen. Ez arra van kitalálva. Igen, ez speciál erre van kitalálva. Ez egy kicsit olyan idejét múltnak látszik, de viszont méretre ez felel meg a legjobban, mivel a többi gépek azok nagyon széles nyomtávon dolgoznak, munkaszélesség, úgyhogy nekünk ez tökéletesen megfelel. Nagyon jó szórófejek vannak benne, tehát attól függetlenül nagyon réginek látszik az MTZ-s, illetve ez a permetezés, de nagyon jó munkát végez. A kollégád éppen behajtogatja a szárakat, erre miért van szükség, illetve mit csinál? Ez azért van erre szükség, mert ezt úgy szoktuk csinálni, hogy félszárnyal körbeszegjük, és utána pedig szórópisztolyra bent lévő növényeket permetezzük végig. Ja, és hogy ne menjen rá a Igen, és hogy ne menjen rá. Szára. Meg amúgy is a batátának ezeket a futószárakat azért kell megmozgatni, tudnék, nem szabad engedni, hogy legyökeresedjen. Ha elkezd legyökeresedni, akkor nem a gumóra dolgozik, hanem maga az az új, igen. A másik lényeges szempont, hogy az öntözésnél, tehát gyakori öntözés és kis mennyiséget igényel, tudnélik, hogy ha egyszerre nagy mennyiségű öntözés kap, akkor repedése hajlamos a batáta. Ugye édes krumpliról beszélünk, mégis egészen máshogy néz ki a növény. Elmondod nekünk, hogy mi a különbség a kettő között, és utána átmegyünk a másik helyre is, és megnézzük. Hát az, amit az említettem, az egy óriási különbség, hogy míg a hagyományos burgonyát fitoftór ellen, illetve romla ellen akár 5-6-7-szer kell permetezni, ez a batátánál elkerülendő, mivel nem kell semmilyen lombbetegsége nincsen, amit látszik is, hogy semmit nem adtunk rá. Lombfelületet, ez csak lontrágyát kapott ez a burgony, vagy illetve ez a batáta. A felhasználásáról még mesélj néhány dolgot. Hát a felhasználása nagyon széles körű, egyre jobban kezd elterjedni, tudnélik nagyon jó élettani hatása van, teli van ABC vitaminokkal, és kicsit másabb az íze, mint a hagyományos burgonyának, mivel tökéletesen kicsit édesebb. De a konyhák nagyon szeretik, a reformkonyhák már használják, és éppen ezért minél szélesebb körbe szeretnénk, hogyha elterjedne. Rendben, akkor azt hiszem, hogy nekünk innen nagyon hamar el kell menekülni. Igen. Sétáljunk át a burgonya földre. Átértünk a burgonyához, tényleg gyönyörű zöld. Milyen évetek volt? Hát a burgonyára
Az idei év nem volt olyan meleg, mint a tavalyi év, viszont az UV-sugárzás rendkívül erős volt, sokkal erősebb, mint a tavalyi éve. Ennek ellenére az itt mellettünk levő burgonya, ez egy késői burgonyafajta, ez még nagyon jó bírja. Egyébként 37 burgonyafajta volt beállítva. Ezen a területen? Ezen a területen, egy 6 hektáros táblában, 37 burgonyafajta a különböző cégeknél, amit július 28-án volt egy nagyszabású nemzetközi és hazai burgonya bemutató, ami közel 400 fő vett részt, úgyhogy eddig ez jelenti a rekordot. Ugye mi is itt voltunk, azt elmondhatom, és akkor azt hallottuk, hogy körülbelül olyan 5 fajta burgonyát szeretnének meghonosítani a hazai piacon. Ezt hogy látod, hogy sikerül-e megtalálni? Hát az az igazság, hogyha egy nagyon őszintén véleményem, tehát ez a 37 fajta sok, hogy való igaz, hogy igaza van a nemesítőségnek, egy 8-10 fajta bőven van, tehát kéne ami sütni, salátának, illetve chipsnek való, és ezt úgy felcímkézni, hogy ez azok jussanak el a háziasszonyokhoz, illetve a fogyasztókhoz, amik ténylegesen azok a fajtákat jelenti, és nem olyan, hogy más címkét raknak rá, és ráfogják, hogy az ilyen meg olyan fajta. Ebben nagyba köszönhető, vagy ebben nagy segítség lenne, hogyha ezt a Lengyelországból bejövő burgonyát valami módon tudnák leállítani, illetve minimálisra venni, addig, míg a magyar burgonya piacon van, addig jó van, hogyha nem kerülne, bár most a burgonya ágazatot szeretnék fellendíteni, mert a burgonya bemutató, mikor itt volt a Cerván államtitkár úr, ő és ezt külön kihangsúlyozta. Na de hát elég nehéz tűnik, a régi gépek azok elavultak, amortizálódtak, stb. És éppen ezért egy burgony ágazatban, tehát nehéz újra kezdeni. Köszönjük szépen, ennyi volt itt a fajta kísérleti állomáson. Most pedig nézzünk meg egy anyagot arról, hogy mi a helyzet a méhészetekkel idén. A termelési idény már befejeződött a méhészetekben, és bár hiába Magyarországon a legnagyobb a méhsűrűség az Európai Unión belül, mégsem itt a legmagasabban megtermelt méz mennyisége. Az időjárási viszonyok miatt azonban eltéréseket az országon belül is tapasztalnak a méhészek. Azért időjárás, hiába itt, akkor beszélünk a Dunántúlról, vagy Pestmegyéről, vagy bárhonnan, 200 km, de az időjárásban akár 2-3 hét különbségek lehetnek. Tavasszal itt hidegebb a tél, később jön a tavasz, virágpor, vagy a virágok virágzása későbbre húzódik. Nekünk rövidebb időnk van felkészülni egy főhordásra, akászra, meg más a növénykultúránk, végül is itt mind Dunántúlon, a Szabolcs megye, vagy akkor, ahogy mondtam, hogy Balsai és Domrádi telephelyünk van, ezek mind a kettő átéri telephely. Tisza közelsége, az átér közelsége, különböző vadvirágok adnak nekünk lehetőséget a méhek fejlődésébe, gyűjtésébe. Idén későn jött és túl enyhe volt a tél a szakemberek szerint, ezért a méhek nem tudtak nyugodtan pihenni a hidegebb hónapokban. Én azt mondom, hogy túl enyhe telünk volt, tavasz is nagyon szépen indult, még családok fejlődtek, ami talán gondot okozott, főleg hát nem csak Szabolcs megyében, hanem országosan lehet mondani, a mély családoknak körülbelül 30%-a még igazából nem tudni, hogy miért, de nozéim, artka, egyéb betegségek miatt megtorpant a fejlődésbe, úgyhogy termelni általában a méhészek körülbelül a családok kétharmadával tudtak, amellett egy viszonylag jobb közepes évünk volt. A tavasz jól indult a méhészek számára, azonban a méh populáció egyharmada megtorpant a fejlődésben, ami viszonylag nagy termelés kiesést jelentett, mivel egy átlagos napon akár 4-5 kiló nektárt is behordhatnak a méhek. Ezt a problémát a termelők az idei évben nem csak a megyében, hanem országos viszonylatban is érzékelték. A repcének a kihasználására nem nagyon volt lehetőség. A tavalyi ősz miatt hiába vetették le a repcét, kikelés későre nyúlt. A késő őszi, vagy akkor már majdnem téli esőzés elindította a repcét, de tavasztal ez kiszántásra került. Utána az akácunk, fék volt az akácvirágzás, vagy kár itt Szabolcs megyében nem volt jellemző. Mivel hogy az, hát a végül akkor mondhatjuk, hogy jó termésünk volt, egyetlen egy volt a probléma, hogy mondtam, hogy a mély családok kétharmadával tudtunk termelni, és ez így visszahozva már nem olyan szép eredmény. Az Európai Bizottság jóvá hagyta, hogy 10%-kal növeljék a 2016 és 2019 közötti Nemzeti Méhészeti Program költségvetését, amelynek legnagyobb részét az atka elleni gyógyszer és az azt segítő cukortámogatást teszi ki. A tagországok között összesen 36 millió eurót osztanak el. Magyarország idén megnövelt forrásigénye jelentkezett erre a támogatásra.
Észak-Magyarország egyes dűlőjén akár a 70%-ot is elérheti az idei bortermés kiesése. A borászok szerint a megmaradt tőkéken azonban minőségbeli romlásra nem kell számítani. Ha kevés lesz a bor, akkor is jó év lehet a 2016-os a Tokaj-hegy alján. Mi nagyon szerencsések voltunk, ugye egész Tokaj-hegy alja, de a mi dűlőink, főleg ezek viszonylag melegebb dűlők, és ennek köszönhetően mi ezt az országos fagyot, ami itt volt kora tavasszal, azt szerencsésen átvészeltük, tehát nálunk egyáltalán nem volt fagykár. Egy nagyon korai tavasszal indult az év, nagyon korán fakadtak a szőlők már április első hetében. Utána egy viszonylag száraz idő következett, nagyon gyorsan fejlődött a szőlő, viszont a júniusi-júliusi csapadék az nagyon fontos volt számunkra, hogy megfelelően fejlődjenek a bogyók, de sajnos július 26-án egy elég komoly jégeső érte a mi területünket. Általában ez egy védett terület a jégeső felől, viszont ha ér minket jégeső, akkor az nagyon súlyos károkat tud okozni. Bizonyos dűlőkben ez akár 60-70%-ot is elér, de a meglévő termésnek a mennyisége, ami megmaradt, illetve főleg a minősége az azért még biztatásra ad okot. A szület előtti hetekben főleg a száraz és meleg idő segíthetne még a szőlőültetvényeken. A magasabb cukorfokkal ugyanis együtt jár, hogy jobb lesz a bor minősége. A cukorfokot pedig a napsütéses órák száma és a nap melege határozza meg. Ha 18 cukorfok fölötti a must, az már spontán eredéssel is képes borrá kiforni magát, az alatt viszont cukrot kell hozzáadni. A megfelelő mennyiségű napsütéses idő elnyúlásával a szület is több időt vesz majd igénybe. Hosszú és nagyon munkás szüretre számítunk, emiatt ugye nagyon sokat kell válogatni a sérült bogyókat, ki kell válogatni, sérült fürtöket ki kell válogatni, de mivel viszonylag sok csapadék volt, ezért mi arra számítunk, hogy a bogyóknak a helye az viszonylag vékony marad a továbbiakban is, és így akár egy komolyabb asszú szüretre is készülhetünk. Hektáronként 6,5 tonna körül volt a termés átlag ezen a szőlőbirtokon tavaly. Idén azonban lesz olyan terület, ahol ennek várhatóan mindössze a felét érik majd el. Előzetes beslések alapján így a korábbi évekhez képest átlagosan területenként 1 tonnával lesz kevesebb a szőlőtermés. A gazdálkodók szerint a borok minőségén ez nem ront majd, sőt itt Észak-Magyarországon akár kiemelkedő évjáratú borok is készülhetnek idén, igaz a korábbi évekhez képest kisebb mennyiségben. Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Mintagazda augusztusi műsorszáma. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk, addig is visszanézhetik a korábbi adásainkat a kölcsei.hu oldalon. Kövessenek minket Facebookon is, szeptemberben találkozunk.